A mai napon egy viszonylag ismert szellemes videónak fogom a hitelességét megcáfolni. Üdv, ez a Paranormal Hungary mai adása, és bebizonyítom, hogy nem minden az, aminek látszik. Még mielőtt belekezdenék, meg is mutatom a teljes videót. Nos, körülbelül ennyi is lenne. Most viszont belekezdenék a megmagyarázásba, nem húzom tovább az időt. Ami számomra először furcsa volt, az a biztonsági kamerának az elhelyezkedése. Nézzétek meg, ott van egy másik biztonsági kamera, sokkal fentebb, mint ahogy ez elhelyezkedik. Ebből én arra tudnék következtetni, hogy ez nem egy valós biztonsági kamera, csak egy hagyományos vagy egy telefonnal felvett felvétel, amit egy állványra vagy egy magas tájra feltettek, és ezt a szöget vették vele fel. Az első logikai baki számomra a szekrényekkel kapcsolatos, ugyanis miért lenne nyitva egy olyan szekrény, amit a diákok bezárnak iskola után? A másik pedig az, hogyha pont az az egy szekrény van nyitva, akkor miért pont az az egy szekrény nyílt ki? Miért pont azt az egy szekrényt találta meg a szellem? A második logikai baki pedig nekem azzal a csúszásveszély táblával van, ugyanis kihagyná ott az éjszaka közepén, ráadásul arccal a kamera felé. Beszéljünk a mozgó szekrény mögötti ablakról, viszont ehhez mutatnék egy másik felvételt is. Ez a videó az említett iskolában készült, és most a folyosónak annak a részén vagyunk, amit vett a kamera, és jól látható az az ablak, ami előtt mozgott az a szekrény, és itt a felvételen látszik, hogy ki lehet menni, és itt kintről be lehet nyúlni konkrétan a szekrényhez, és lehet mozgatni. Ezek miatt, a nyomok miatt úgymond erre a videóra nem tudok más mondani, mint hogy nem valós, csak a gyerekek szerettek volna egy kis hírnevet az iskolájuknak, ami egyébként sikerült is, szóval annak tökéletes volt. Ti mit gondoltok erről a felvételről? Szerintetek valós volt? Véleményeteket írjátok le a komment szekcióba, kíváncsi vagyok arra is. Én viszont most kijelentkezek, jó éjszakát mindenkinek!